Légzőgyakorlatok, a test, különösen a fej és az arcizmok irányításának képessége. Az említett gyakorlatokon kívül nagy hangsúlyt fektetnek a tiszta kiejtésre, de ami még ennél is fontosabb, hogy a résztvevők jól töltsék az idejüket és feltöltődjenek. Mindez a felnőtteknek szóló beszédjavító órákról szól, amelyek minden héten folynak az Életfája Jótékonysági Alapítvány által működtetett közösségi térben. A logopédia a korrekciós pedagógia része, mondja Olga Lomovceva, logopédus, és száfolja azokat a sztereotípiákat, miszerint csak a gyerekeknek van szükségük logopédusra. A világos és tiszta beszéd nem kevésbé fontos az idősebbek számára is. A beszédterápia javítja az életkorral összefüggő és egyéb változásokat. A logopédia segítséget nyújthat az agyvérzés után rehabilitációban, de azoknak is, akik gyakran tartanak előadásokat, és fontos számukra a helyes kiejtés. Mivel hozzánk sok szépkorú ember jár, azért azt gondoltuk, hogy segítünk korrigálni nekik az életkor előrehaladtával járó beszédbeli változásokat. A foglalkozások 45 percig tartanak, ez alatt óriási munkát tudnak elvégezni. A foglalkozásokon artikulációs és légzésgyakorlatokat, valamint hallásfejlesztést végzünk. Fejlesztjük az ujjak finom motorikáját, tornázunk. Nagyon szeretem a munkám, ezért is tetszik nekem ez az ötlet. A foglalkozások a depressziót is enyhítik, mint ahogy ez Larissa asszony esetében is történt. A háború legelejétől önkéntesként dolgoztam, és akkor kerültem ide, amikor úgy éreztem, hogy a depresszív hangulat kezd eluralkodni rajtam. Ekkor láttam meg a hirdetést, hogy beszédjavító és táncórákat tartanak itt. Azonnal éreztem a foglalkozások pozitív hatását, visszanyertem az életkedvemet. Mindig nagy örömmel veszek részt az órákon, amik cselekvésre ösztönöznek, és arra, hogy soha ne adjuk fel, és haladjunk Ukrajna győzelme felé. A foglalkozások segítenek visszatérni a gondtalan és őszinte gyermekkorba, valamint új ismereteket és tapasztalatokat is jelentenek. Új tapasztalatokat szereztem, sohasem gondoltam volna, hogy ebben a korban ez még lehetséges. Észrevettem, hogy magabiztosabb lett a hangom, és eltűntek a komplexusaim, miután egyfajta gyermeki eufóriát éreztem, és kezdek nyitott szemmel nézni a világra, egyenes és átvitt értelemben is. Tetyana Harkivból érkezett Ungvárra. Először zenei foglalkozáson vett részt az Életfája közösségi térben. A beszéd terápiáról csak később értesült. Számomra nagyon aktuális a beszédjavító foglalkozás, mert a kor előrehaladtával nem csak a hangszín változik, de a fogakkal is gondok lehetnek. Ez pedig szükségessé teszi az artikuláció fejlesztését. Mivel tanár voltam, korábban nem volt ilyen jellegű problémám, de most sok minden megváltozott. El kellett költöznöm, fedél nélkül maradtam, ezért újra kellett építenem magam. Ez is egy formája ennek a folyamatnak. A beszédjavító foglalkozások több szakaszból állnak. Idén tavasszal a csoportfoglalkozásokat csütörtökönként tartják, amellett, hogy korrigálják kiejtésüket, pozitív energiával is feltöltődhetnek a résztvevők.